Megközelítőleg 10 hónappal ezelőtt vált elérhetővé a nagy közönségnek a GeForce Now, az Nvidia-nak a felhőjátékos szolgáltatása, és én akkor készítettem róla egy videót, amiben beszéltem arról, hogy ez pontosan hogy is kell elképzelni, vagy mi lehet használni a szolgáltatást. Röviden és tömören, amennyiben a ti gépetek túlságosan gyenge ahhoz, hogy jól működjenek rajta a játékok, tehát legyen itt szó régi laptopról, netbookról, ultrabookról, vagy akár androidos tabletről és telefonról, akkor lehetőségetek van arra, hogy a ti általatok már megvásárolt játékokat, amikvel ugye rendelkeztek Steamen, Originen, Uplayen, Epic Store-ban, akárhol ilyen helyeken, azt ti egy távoli szerveren futtassátok, ami elég erős ahhoz, hogy jó beállításokkal futtassa a játékot. Ti a saját számítógépeteken használjátok az egeret és a billentyűzetet vagy a kontrollert, az irányítás elmegy az a számítógéphez, ott megtörténik, aminek meg kell történni a játékban, majd annak a képe visszajön a ti monitorotokra. Tehát olyan, mintha a ti gépeteken futna a játék, közben valahol egy szerveren fut nagyon távol tőletek. Remekül működik, nyilvánvalóan kell hozzá egy jó kis internet kapcsolat, de amennyiben azzal rendelkeztek, akkor bármilyen igazából tök jól lehet játszani. Azaz csak majdnem minden, ugyanis ez a szolgáltatás ez Windowson, Mac-en, Chrome OS-en, illetve androidos tableteken és telefonokon futott normálisan, illetve hogy futott egyáltalán, mivel az iOS-es eszközökön nem volt elérhető, arra hivatkozott az Apple, hogy azért nem adja a lehetőséget meg ennek az alkalmazásnak, hogy megjelenjen az App Store-ban, mert az összes a GeForce Now-on elérhető játékot ő neki ellenőriznie kéne, hogy megfelel az ő saját elvárásainak. Ami az Apple részéről egy igencsak gonosz lépés volt, azonban úgy néz ki, hogy az Nvidia talált egy loophole-t, amin keresztül tudunk menni, mostantól elérhető iOS-re a GeForce Now. Annyit kell tennünk, hogy a telefonunkon, ugye felmegyünk a böngészőnkbe, nyitunk egy új böngésző tabot, ahol felmegyünk a beta.play.geforcenow.com-ra. Ebben az esetben kapunk egy ilyen lapot, ami betölt nekünk, nem is lehet görgetni, a dolgunk annyi, hogy lemenjünk ide a megosztás fülre. Itt van egy olyan lehetőségünk, hogy hozzáadás a fő oldalhoz, vagy angolul add to home screen, és innentől kezdve a telefonunkon elérjük ezt a parancsikot. Hogyha erre a parancsikonra rányomunk azonban, nem erre a weboldalra fogunk visszamenni, hanem ahogy láthatjátok, bejelentkezünk az alkalmazásba. Ez egy webes alkalmazás, és innentől kezdve, hölgyeim és uraim, elérjük a GeForce Now-t iOS-en. Ahogy láthatjátok, a teljesítményen semmiféle probléma nincsen, szóval én hatalmas örömmel jelentetem azt ki, hogy mostantól végre iOS-en is elérhető ez a szolgáltatás. Továbbra is szeretném ajánlani, hogy ha tényleg komolyabban szeretnétek ezzel játszani, illetve ki akarjátok használni ennek a lehetőségeit, akkor azt ajánlom, hogy fizessetek elő, mivel az ingyenes verzióval a hónapok során arra kell rájönnie mindenkinek, hogy nagyon nehezen kerültök be különböző játékokba, mivel a szerverekre a fizetős felhasználók fognak először bekerülni, és mindenki más, aki ingyen próbál játszani, ez egy szép hosszú sorba fog állni ugye virtuálisan, ahova pedig nehéz bekerülni, valljuk be. Azonban ennyi lenne a mai videó, viszont egy kis gyors, rövid tartalmat szerettem volna erről legyártani nektek, mivel szerintem egy fontos információ, amiről én mindenképpen értesülni szerettem volna, ha nem én lennék az, aki értesít másokat, szóval remélem, hogy nektek tetszett, amiben igen és hasznosnak találtatok a videókat, nyomjatok egy lájkot, és hogyha esetleg szeretnétek egy kicsit részletesebben informálódni arról, hogy mégis mi a franc az a GeForce Now, akkor természetesen megtekintetitek az előző videómat róla, ott fönt az i betűnél. Balázs voltam, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyetek jók, és sziasztok!